Hát szavaztok gyerekek, köszöntök mindenkit a Street Kitchen konyhából, indul egy új sorozat. Arra gondoltam, hogy tele vagyunk jobbnál jobb, finomabbnál finomabb süteményekkel, desszertekkel, amiket érdekes lehetne esetleg egy picit újra gondolni és megmutatni őket reggeli formában. Hát ilyeneket fogok nektek a következő videóban mutatni, és rögtön egy igazi klasszikussal indítok, ez nem más, mint a somlói galuska, ebből fog most egy palacsinta készülni. Ja, és még egy nagyon fontos dolog, ez egyébként az egész sorozatra igaz, hogy mindegyiknél lesz még egy kiegészítő, amitől igazán finom lesz, és ez a Nutella. Szóval vágjunk is bele! Úgy fogjuk megidézni a somlójának az ízjegyeit, hogy csinálunk egy ilyen vaníliás krémet, lesz benne egy kis dió, lesz benne egy kis mazsola, lesz benne egy kis piskóta, amit most baba piskótával fogok egyébként itt imitálni, és csinálok természetesen egy palacsinta alapot, ezzel fogunk kezdeni. Méghozzá, csak hogy egy kicsit kavarjam dolgokat, csinálok egy hagyományos, tehát egy sima palacsintát, és annak a kakaós verzióját. Valójában nagyon-nagyon hasonló lesz a két tészta, de azt hiszem így a legegyszerűbb, hogy ezt két külön edénybe csinálom. Csináljátok úgy is, hogy egybe, aztán a végén szétszeditek, tök mindegy. A lényeg az, hogyha követitek a receptet, nem fogtok csalódni. Első lépés, két-két tojás mind a két tálba. Mind a kettőhöz jön 75 g zabpehely. Tehát ha már reggeli, akkor legyünk egészségesek, egy kicsit figyeljünk oda, a rostbevitelre is azért választottam a zabpehelyet, tök jól fog működni ebben a palacsintában. 25 g zab liszt a következő. Jön egy-egy teáskanál cukor, pici só ide is, egy evőkanálnyi étolaj. És akkor itt lesz egy kicsi eltérés, mert a sima palacsintába 20 g lisztet pakolok, viszont a kakaósba csak a felét, tehát mondjuk fél evőkanálnyi lisztet, és még egyszer ennyi kakaóport. 100 ml növényi tej, jelen esetben zabtej kerül még hozzá. És másfél deci szóda, ez a vége. És szépen most mind a kettőt egy botmixer segítségével palacsinta állagúvá turmixoljuk. A sima és kakaós zabpalacsintákat hagyományos módon megsütjük, utána pedig nekilátunk a vanília krém elkészítésének. Egy edénybe öntünk fél liter tejet, hozzáadunk két tojássárgáját és egy kevés vanília aromát vagy vaníliás cukrot. Alaposan elkeverjük, majd 60 g cukor és 30 g keményítő keverékét is hozzáadjuk. Hozzáöntünk egy marék mazsolát, és az egészet folyton keverve közepes lángon sűríteni kezdjük. Amikor látjuk, hogy sűrűsödni kezd, belekeverünk 100 g darátdiót, és addig kevergetjük, amíg szép sűrű állagot nem kapunk. Ekkor elkeverünk benne egy evőkanálnyi hidegvajat, és hűlni hagyjuk az egészet. Hát gyerekek, jó hírem van, ugyanis gyakorlatilag elkészültünk, megvan a kis töltelékünk, ki is hűlt. Itt vannak a palacsinták, kettőféle színben, zabbal, szuper jó. Van egy kis nutellánk, van egy kis babapicskótánk, kis kakaóporunk, már csak össze kell pattintani az egészet. Figyeljetek, fogtok egy palacsintát, rápakoltok ebből a kis töltelékből, el lehet szépen kenni. Következő, hiszen somlóiról van szó, belevarázsolunk egy kis picskótát, babapicskóta formájában. Itt két lehetőséged van. Vagy belerakod a babapiskótát, így most, föltekered, és 2-3 óra múlva a töltelék hatására ez a piskóta szépen be fog lágyulni, tökéletesen működik. Ha mondjuk egy ilyen dél körüli 11 órai bráncsot terveztek, ez működik. Ha nagyon éhes vagy, kapkodsz, gyorsan akarod csinálni, akkor pedig beledobod ezeket a kis piskótákat egy kis édes vaníliás tejbe, növényi tejbe, kakaós tejbe, ami éppen szimpatikus. Hagyod, hogy picit megszívja magát, és így rakod bele a palacsintába. Prók még arra is odafigyelnek, hogy középre raknak egy egészet, és a két szélére pedig két kisebb darabot, csak azért, hogy amikor majd aztán elvágod középen, akkor menőn nézzen ki, ez is fontos. Na jó, benne van most már ez a kis jelen esetben beáztatott babapiskóta, az egészet megszórjuk egy kis kakaóporral, lehet látni, hogy kelet irányból fúj itt nálunk a szél, sodródik el nagyon a kakaópor, de semmi baj. Megszórjuk, föltekerjük, és akkor ezzel meg is van az első. És a végső befejező művelet, egy kevéske nutella szépen a palacsinták tetejére. Igazán finom legyen. Így, négy gyerekek, ezt nézzétek. Gyakorlatilag meg is vagyunk.
Ez volt az én somlói galuska hangulatú palacsintám itt a Street Kitchenen. Nézzétek a sorozat többi receptjét is, és persze iratkozzatok fel a csatornánkra. Szevasztok! A Finom Reggelik támogatója a Nutella.